Akkor azzal a célra mentél át a határon, hogy letipriszel. Pontosan, így van. És le is tipriztél volna. Persze. De mi történt abban a 7 percben? Tehát 7 perccel korábban észak, hogy nincsenek ott a rendőrök? Megérkeztem a határa, és előtte 7 perccel érkezett meg a körözés. És akkor mondta a csávó, hogy kutyának a papírjaival gond van. És én tudtam, hogy nincs gond, mert ugye annak is van útlevele, tudod, meg oltási papír, meg minden, és mondtam, hogy ez minden rendben van. És éreztem, hogy gáz van, és akkor a csávó odajött, és kibiztos a pisztolyt is beült a kocsiba. 3 fegyver volt nálam, tehát le tudtam volna lőni a csak nem akartam, úgy voltam vele, hogy eleget kergettek, 6 évig menekültem. Egyedül beült melléd egy csőre töltött fegyverrel? Igen, és akkor gyakorlatilag az volt, és hogy... mit mondott? Hát mondta, hogy álljak félre, és gyakorlatilag állítsam le a kocsit, és szálljak ki. És akkor bevittek, és akkor kérdezték, hogy van-e fegyver magánál. Mondtam, van, benyújtam, kitettem. Kérdezték, van még nálam? Mondom, van, benyújtam, kitettem. Készség van? Mondom, persze, lenyújtam. És mondtam, biztos, hogy ennyi van? Mondom, nem, még a kocsiban még vagy 4 darab fegyver. Teljesen be voltak parázva. Kézzel úgy mentem pisilni, hogy a csávóhoz hozzábilincseltek, tudod, a kis katonához, hogy nem véletlenül valamit csináljak. És hogy nem próbáltál megszökni? De, ott egyrészt piás is voltam, meg elegem lett az egészből. Tudod, amikor az ember sokáig kergetik, előbb-utóbb örül neki, hogy vagy lelövik, vagy elkapják, tudod, ez nem lehet még a világ. De ott lelőttek volna, hogy ott megpróbáltál? Hát ha nem állok meg, hát gondolj velem. Ha áttörök, az volt a baj, hogy én észrevettem, hogy gáz van, viszont tolatni már nem tudtam, már beálltak meg én. Most ott volt a román kiskatona AK-47-essel, ott volt a magyar rendőr érte, tehát ugye gyakorlatilag előttek volna, hogy én menekülök. Jön, ez van. Na nem baj.